Hogy folytatod? Zoli egyik legfrissebb játéka, hogy <laughs> folytatod, amit a Máltai Szeretett Szolgálat megkeresésére készített. És azt hiszem, hogy talán ez az eddigi leg, hát mélyebb beszélgetéseket generáló játékod. <laughs> Amikor téma volt az, hogy függő szülők gyermekeinek egy beszélgetés indító játékot tervez, és olyan játékot, amiben azoknak is, akik akár nem ezzel a kérdéssel, hanem egyszerűen csak beszélgetős fókusszal leülnek, akkor mi, mi volt a, az indító gondolat, amit szerettél volna, hogy érezzenek a játékosok? Hát önmagában az, hogy érezzenek. A, a keresett célcsoport, vagy akiknek elsősorban készül a játék, ők nem nagyon az érzelmek emberei, mert azt tapasztalják, hogy amikor ők éreznek, az általában negatív is az fáj. Tehát ö, ö, én nem vagyok addikcióval küzdő szülők gyereke, de aki, aki az, ők azt tapasztalják, hogy jobb az érzelmeket nem megélni. Ebből adódóan nagyon teljes mértékben szerettem volna játékosokra bízni azt, hogy mennyire menjünk mélyre. Rögtön két félmondatot kap a játékos, és mindig eldöntheti, hogy kell, megy tovább, az egyiket eldobja, a másikat megválaszolja, olyan mélységben és olyan szerkezetben, ahogy ő azt szeretné. Összesen nyolc ilyen kártyával indulunk, a végére pedig marad egy, és háromszor döntött úgy a játékos, hogy megtartja azt az egyet, úgyhogy ő az, az ő, hogy folytatott kártyáját. Hát az az a dolga volt. Az, az a az dolg van, szem háromszor azt tete. választotta. Hmm. Tehát nekem a, fókuszál, a fókusz az volt ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy a játékos dönthessen arról, hogy mennyire megyünk mére. A játékos alakíthat. Direkt szedtem ki a pontozás rendszert, hogy ne az alapján játszam a játékot, hogy most az eredményes lesz, vagy nem lesz eredményes. Tehát én kontraproduktív, kontraproduktívnak éreztem a játék szempontjából a pontozást. csatoltunk végül a lehetőséget, hogy megpróbálom kitalálni, hogy mi a másiknak az utolsó mondata, és akkor az alapján tudok pontokat gyűjtögetni, de alapvetően nekem pontosan az volt a célom ezzel a játékkal, hogy önmagamhoz felé tudjak közelíteni, és szem is fültani a lehessek annak, hogy valaki önmagához közelít. Szerintem egyébként a beszélgetős játékokat a legkevesebben játszák igazából pontra, vagy arra, hogy most nyerjenek benne. Azok a típusú kompetitív játékosok, akiknek ez a lényeg, ők általában nem beszélgetős, szociális típusú uh -huh. játékokat fognak választani, vagy lehet, hogy időnként igen, és az jó volt, mint mondtál, hogy hogy nem biztos, hogy mindig van hangulatunk ilyen játékokhoz, Abszolv. viszont ha mély beszélgetést szeretnétek, és a többiekkel akár, akár már ilyen ö, tényleg lélektani kérdésekbe belemenve, akár a múltról, akár a, a traumáztatókról is akár beszélgetni, ilyen könnyedebb hangulatban azért, tehát baráti hangulatban, nem szakemberrel, akkor ez a játék szerintem erre tökéletesen alkalmas.